A tavalyi esztendőben már megszokhattuk, hogy a Tomori Pál Városi Könyvtár számos érdekes programot szervez hónapról hónapra az érdeklődők számára. Jó hír, hogy ez a sikeres sorozat az új esztendőben sem áll meg, hiszen több előadás, illetve könyvbemutató lesz az intézményben. Könyvbemutatóban sem lesz hiány januárban. Mihó Izabella első kötetét mutatjuk be január 16-án itt a könyvtárban. Életmorzsák címmel jelent meg az írónő első kötete, ahol 5 elbeszélést foglal magába. Januárban a klubfoglalkozások és az egyesületi gyűlések a megszokott időben tovább folytatódnak. Az OMME kalocsai szervezetének a méhészgyűlései itt a könyvtárban zajlanak tavaly ősz óta, így minden hónap második hétfőjén várják az érdeklődőket. Ez a gyűlés is nyitott úgy, hogy a városból és a környékből minden érdeklődőt szeretettel várnak, mindig más-más témával készülnek. Január 13-án hétfőn Mervald József méhész lesz a méhészklub vendége, ahol a viasztermelés és a viaszfeldolgozás kerül górcső alá. A könyvtár a programjaival, a hagyományokhoz híven a Magyar Kultúra Napjáról is megemlékezik. Ma a Magyar Kultúra Napját január 22-én ünnepeljük, így jövőre a harmadik kiállítást szervezzük itt a könyvtár második emeleti folyosóján, ahol a helyi és környékbeli alkotók munkáiból nyílik újra egy-egy éves kiállításunk. Nagyon nagy sikere volt már az elmúlt 2 évben, és szeretnénk ezt a hagyományt, most már mondhatni hagyományt tovább folytatni, és a könyvtár folyosójának fehér falait ezekkel az alkotásokkal picit hangulatosabbá varázsolni, majd ezen a napon január 22-én a kiállítás megnyitó után egy irodalmi összeállítással is készülünk, ahol is vendégünk lesz Provazni Géza költő, a költő verseit pedig Körtvélyesi Zsolt, Jászai Marik díjas színművész fogja előadni. Az intézmény természetesen a legkisebbekre is gondolt, hiszen január 14-én, majd 28-án délután újévi Baba Mama Klub várja a kicsiket és a szülőket.